Cristiano Ronaldóval dolgozni sok embernek csak egy álom. A labdarúgás világában a portugál focista legendának számít, és a magánéletét tekintve sem él egy mindennapi életet. Ki ne akarna tehát az ő személyes jelenlétében dolgozni, vagy az ő alkalmazottja lenni? Habár ha kívülről megvizsgáljuk, még úgy is tűnhet, hogy Ronaldónak dolgozni egy valóságos álom. Ugyanakkor, ha jobban megnézzük, akkor egy nagyon nagy árat kell fizetni ezért a pozícióért. Ugyanis a portugál minden leendőbeli munkavállalójával aláírat egy különleges dokumentumot, ami egy életre szól. Nézzük is meg, hogy pontosan miről van szó. Cristiano Ronaldo az egyik leggazdagabb sportoló a világon. Extravagáns autók, luxus lakások, jacht, magárepülő, drága ékszerek és még sorolhatnánk. A sztár életét körbeöleli a luxus. Talán az anyagiakon felül, ami még fontosabb, a focista nagyon nagy befolyással, hatalommal és ismertséggel rendelkezik. Ezekhez a kiváltságokhoz sajnos elkerülhetetlen, hogy társuljon sok ember, aki ezt el akarja venni tőle. Ezért Ronaldo nagyon szigorúan válogatja meg az embereket, akikkel körülveszi magát, vagy akikkel együtt dolgozik. Szóval mielőtt a portugál sztárnak kezdesz el dolgozni, vagy akár mielőtt igazi barátodnak tekintheted őt, alá kell írnod egy különös titoktartási szerződést. Alapvetően ez nem egy új keletű dolog a sztároknál, de amit Ronaldo írat alá, az nem mindennapi. Ugyanis ha CR7 csapatába tartozol, hozzáférésed lesz a sztár magánéleti információihoz. Olyan dolgokhoz jutsz hozzá, amikért a média képes lenne hatalmas összegeket fizetni. Szóval a portugál egy extra kikötést is hozzáadott a titoktartási szerződéséhez. Nem csupán azt szabja meg az alkalmazottainak, hogy nem adhatnak ki információkat a médiának, és titokban tartják őket, hanem azt is, hogy meddig nem tehetik ezt meg. Ugyanis a szerződés szerint nem adhatnak ki semmit a magánéletével kapcsolatban 70 évvel az ő halála vagy a közeli hozzátartozója halála után. Cristiano Ronaldo privát életével kapcsolatban semmilyen információt nem lehet megosztani a sztár halála vagy közeli családtagjai halála után 70 évig. Ha ezt a kikötést jobban megvizsgáljuk, ez igazából azt jelenti, hogy bármilyen információt is tudsz meg Ronaldóról, azt a sírba viszed magaddal. Mivel ha belegondolunk, a portugálnak nagyon fiatal gyermekei vannak, szóval azok valószínűleg tovább fognak élni, mint a jelenlegi alkalmazottai. Így a szerződés továbbá nem csak Ronaldót védi be, hanem az egész családját is, mivel a gyermekeiről sem lehet semmilyen információt közzétenni. Na de miért van erre szüksége a portugál sztárnak? Természetesen azért, mert ő az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező egyéniség a sportban. De az információnak talán még tőle is nagyobb befolyása van. A sztár így próbálja megvédeni hatalmi státuszát. Mivel ha valaki be akarja dönteni a birodalmát, a legelső lépcsőfok, hogy hozzá kell férjen a titkaihoz. Ráadásul a portugál sok alkalmazottal dolgozik, akiket bevon a mindennapi életébe. Személyi edzők, szakácsok is még sorolhatnánk. Ezek az emberek mind-mind értékes információk birtokába kerülnek Ronaldóval kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy idáig ez a megoldás a Cristiano Ronaldónak bevált. Természetesen sok emberrel dolgozott már együtt Angliában, Spanyolországban, Olaszországban és most jelenleg Szaúd-Arábiában. De egyelőre még senki sem szivárogtatott ki kényes információkat róla. Szóval akkor már csak egy kérdés maradt hátra. Te aláírnád ezt a szerződést annak érdekében, hogy Ronaldónak dolgozhass? A válaszodat írd le kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért. Hajrá magyarok, hajrá félidő!